Amikor leszületünk ide a földre, akkor egy hatalmas hátizsákkal jövünk a világra, amit ugye cipelünk életünk végéig, hol kevesebb súlyjal, hol több súlyjal, hol üresebben, hol, hol tömöttebben. Erről a hátizsákról szeretnék ma nektek beszélni. Omerling Léna, kritikus, takarítási és szelektelenség folyamatok szakértője vagyok és ebben a pár percben gyere, tarts velem és pakoljuk ki a te hátizsákodat is szóval én most ugye a női hátizsákokról fogok beszélni hiszen elsősorban a nőkhez, nőkhöz szólok a nőknek szeretnék segíteni a háztartás vezetés és a takarítás terén, de nem zárja ez azt ki, hogy a férfiak is ezt meghallgassák, és eldöntsék, hogy mekkora hátizsákot cipelnek éppen abban a pillanatban, amikor rám találnak. Szóval én a női hátizsákokról szeretnék ma beszélni, amit jól telepakolunk, amikor megszületünk. De mit is pakolunk ebbe a hátizsákba? Hát elsősorban azt, amit ebben az életünkben meg kell tanulnunk. Másodszorban olyan traumákat, olyan boldog pillanatokat, amiket elraktároztunk, és hát szeretnénk valamit kamatoztatni belőle, vagy éppen megoldani, és nem belefutni ugyanabban az utcába. Viszont, ahogy növögetünk, ahogy cseperedünk, hát ez a hátizsák egyre csak dagad és dagad. Annyira már, hogy ki is akarna dúrani, elromlik rajta a cipzár, leszakad róla a válpán, nagyon kényelmetlenné válik már a viselete, és Hát érezzük, hogy valamit könnyíteni kellene rajta, vagyis érezzük, hogy kikhéde burítani annak a táskának a tartalmát, és meg kéne is nézni, hogy mi is van benne, mi az, amit ki tudnánk dobni, ki tudnánk szelektálni, el tudnánk engedni, és mi az, amit még vissza kell pakolnunk. De addig, amíg ez a táska úgy Isten igazából megtelik, addig miket pakolunk bele? Hát, Ugye a leges-leges dolog, amit belepakolunk, hát az a megfelelési kényszer. Aztán az önbizalom hiány, vagy fordított esetben az önbizalomtól ö, dagadozó ö, mellünket. Belepakolunk egy kis depressziót, egy kis egót, vagy nagyon nagy egót, minimalizmust, maximalizmust. Hozott mintákat, szokásokat, tanult mintákat, mástól el, tanult, elcsipegetett mintákat, vagy egy kis figyelemzavart, ADHD-t, egy kis messzi szindrómát, vagy netán hiperaktivitást. Aztán pakolunk bele még a világból kicsipegetett dolgokat a mostani, és abban a világban, ahol élünk, annak a hatásait, mint például a félelem, a túlzott vásárlás, a túlzott kínálat miatt, a, a rohadást, az idegbajosságot, azt, hogy nekünk semmi nem jó, semmi nem felel meg, félünk, hogy valamitől lemaradunk, és belepakoljuk ebbe a hátizsákba azt, hogy mindent-mindent akarok, rögtön akarok, és nincs türelmem. Aztán egy kis betegséget is, ugye, ami most uh, mindig is itt van, a kis autoimmun betegségek, a kis uh, érzékenységek, ilyen-olyan intolerancia. És nagyon-nagyon-nagyon sok mindent pakolunk és pakolunk ebbe a hátizsákba, ami valójában egy idő után már rettentően kényelmetlen lesz. Na de ez a hátizsák ez hogy is kapcsolódik a háztartás vezetéshez és a, a, takarítás vagy a szelektálás rutinhoz. Tehát úgy, hogy amit bepakolunk a hátizsákunkba, amit évek alatt gyűjtögettünk, és amit mai napig is cipelünk magukka, magunkkal, az bizony kihat az otthonunk állapotára, hiszen az otthonunk állapota az a mi állapotunktól függ, kihat a takarítási rutinunkra, kihat az otthonunkban érezhető energiára, és valójában a háztartást vezetésünk egészére kihat, hiszen azáltal nem tudunk megcsinálni, vagy meg tudunk csinálni, vagy azáltal nem tudunk rutinokat kialakítani, vagy, vagy káoszt tudunk magunkról kialakítani, hogy éppen mi van abban a hátizsákban. Mert hogyha Azokat a hozott mintákat, tanult, látott mintákat, amiket folyamatosan gyerekként, kisgyerekként, kamaszgyerekként, vagy már felnőttként bepakoltunk a hátizsákunkba, és úgy indultunk el a, az életünkben, az önálló életünkben, hogy hát nekünk ezt így kell csinálni, ezt így tanították, ezt így várják el tőlünk, ezt így láttuk. Anyukám is, nagymamám is, tédnagymamám is, és, és így csinálta, akkor nekem is így kell, akkor bizony a megfelelési kényszer csak úgy dagad, 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 dagad abban a hátizsákban, és előbb-utóbb nagyon nehéz lesz. Vagy hogyha mellépakolunk még egy kis önbizalomhiányt, egy kis depressziót, vagy hát ugye diagnosztizálnak diag, nálunk. ADHD-t, vagy egy kis messzi szindromát, akkor mindezt felturbozzuk azzal, hogy á, ez nekem úgyse fog menni. Én erre alkalmatlan vagyok, én erre képtelen vagyok. Vagy a depressziónál ugye, hát ott alapból az van, hogy inkább elásnák magunkat a föld mélyére, mint hogy elismernénk azt, hogy mi valamiben jók vagyunk, csodálatosak vagyunk, szépek vagyunk. Ugye az egy, egy, egy súlyosabb depressziónál, ez, ez, ez elképzelhetetlen. Na de hogyan is lehet ebből kimászni? Mert bizony, ha a hátizsákunk nagyon tele lesz, és már nagyon-nagyon nehéz, akkor alakul ki körülöttünk, és az otthonunkban a káosz. Káosz úr ugye nagyon-nagyon szeret minden otthonba tanyát verni. Nem nagyon találkoztam még olyan otthonnal, olyan Élettel, életszakaszzal, amiben egyszer vagy többször ne ö, ismerkedtem volna meg a helyi Káosz Úrral. De hát Káosz Úr, jött, ugyanis tud menni akkor, hogyha teszünk érte. Hiszen azért is mitettünk, hogy Káosz be tudjon lépni az ajtónkon. Mert hogyha a hátiságunkat nem ö, szelektáltuk, rendszeresen, ha nem takarítottuk ki időközönként, hanem csak pakoltunk, pakoltunk bele, akkor bizony káoszor úgy érezte, hogy meghívást kapott hozzánk, szíve joga van bejönni, és ott egy ideig elhesszelni. De hogyha folyamatosan te szelektálunk, pakolunk ebben a hátizsákban, mert hátizsák nélkül nem jöttünk a világra. Tehát mindenkinek van hátizsákja, olyan nincs, hogy nincs neked, vagy neki, vagy ő neki. Mindenkinek van hátizsáka. Az már más kérdés, hogy mennyire van tele, vagy mit pakolunk bele. Szóval, hogyha ezt a hátizsákot tudomásul vesszük, elfogadjuk, de gondozzuk, úgy, ahogy a kis kézitáskánkat, vagy a gyerek iskolatáskáját, akkor bizony a káosz nagyon nehezen, vagy ha fel is üti a fejét, akkor is csak nagyon rövid időre vendégeskedik nálunk. Ehhez az szükségeltetik, hogy abban a hátizsákban időnként rendet teremtsünk. de hogyan is tudjuk ezt a hátizsákot rendbeszedni, hogyan tudunk ott szelektálni, pakolni. Hát úgy, hogy borítunk mindent. Szembenézzünk a tartalmával. Nem a szőnyeg alá söpörjük, amit kiborítottunk, vagy nem, nem az egész táskát, hanem szembenézzünk vele, hogy nekünk ez adatot, ezt kaptuk, ezt hoztuk, ezt, ezt adták. De szükség van erre? szükség van nekem erre a szokásra, erre a mintára, erre a önsajnálatra, erre az egóra, erre a maximalizmusra vagy minimalizmusra? Ha nincs, akkor kezdjünk el rajta dolgozni, hogy abból kevesebb jusson abba a hátizsákba. És rakjunk bele olyan dolgokat, amire nekünk szükségünk van, ami minket szolgál. Mondok egy példát, ha te azt láttad anyukádnál, hogy mindig szombaton takarított, ugye az én korosztályom, az a szombati takarítós napokon nőtt fel, kőkemény, hipó és sósabb társaságában, akkor te is ezt szeretnéd beépíteni az életedbe. Viszont anyukád ugye hétfőtől péntekig dolgozott, jó esetben, Valóban így van, akkor még a boltok nem voltak nyitva hétvégén, plázák se voltak, éjjel-nappalik se voltak, mozik se voltak, szóval a szombat vasárnap azért megvolt a családnak. Előfordulhat, hogy három műszakban dolgozott anyukád, és hát mikor volt ideje? Hát szombaton. Ezt láttad, ezt kaptad, ezt tanultad, és amikor te önálló életet kezdtél el élni, akkor próbáltad a szombati napokat beidőzíteni, arra, hogy na, az ez a takarítós nap. De közben megnyíltak a plácák. Minden éjjel nap elérhető. A boltok csulék vannak. Hát oda elvileg munkerő is kell, és nagyon-nagyon sokan dolgoznak a kereskedelembe, vagy az egészségügyben, vagy olyan gyárakban, ahol, ahol nem szombat-vasárnapra esik a pihenőnap, hanem hétközben, mert hogy folyamatos termelés van. Tehát átalakult, a világunk, amiben nem illeszthető bele az a szombati takarítási nap, amit anyukám vagy a nagymamám működtetett, de mi foggal, körömmel ragaszkodunk hozzá, mert hogy ezt tanultuk. Aztán egyszer csak észrevesszük, hogy nem tudtunk szombaton takarítani, de máskor se tudtunk, elúsztunk mindennel, akkor káosz úr kopogtatott az ajtón, mibe is engedtük, és úgy gondoltuk, hogy majd megbirkozzunk vele. De nem, mert nem volt időnk arra, hogy rendbe szedjük az otthonunkat. Mert hogy annyira úgy akartuk csinálni, ahogy tanultuk, ahogy láttuk, de nekünk nem működött. Na ez az a fajta takarítás, az egyik takarítás, vagy egyetlen egy apró momentum a, ház, a hátizsákodba, amit neked rendbe kell szedned, hogy ne ragaszkodj ahhoz a rutinhoz, ahhoz a szokáshoz, ami neked nem működik, annak ellenére, hogy ezt láttad, tanultad, mint például a szombati takarítási nap. Köszönöm meg anyukádnak, hogy megtanította, hogy amúgy rendszeresen kell takarítani, na de az, hogy én mikor, hogyan, az már az én jogom, az már az én életemhez tartozik. Keresd meg azt a napot, azt az időszakot, amikor te rendszeresen meg tudod csinálni azokat a feladatokat, amiknek, amikre szüksége van az otthonodnak ahhoz, hogy oda káosz ne akarjon jönni, és egy olyan viszonylagos rend és tisztaság legyen, amiben te és a családtagjaid elégedettek ez csak egy pici momentum arra vonatkozóan, hogy mit is kéne kipakolni a hátizsákból, mit kéne kidobálni. De ez lehet a tisztítószer használat, lehet a, a megfelelési kényszerünk, vagy az, hogyha ADHD-s jelzőt kaptunk, és ez a jelző, ez most egy nagyon hülyes szó, de hogyha azt, azt kaptuk meg, hogy mi, mi olyan betegséggel küzdünk, akkor üljünk le magunkkal, és, és nézzük meg azt, hogy mire is vagyok én képes, mit tudok én megcsinálni, oké, okay, szétszort vagyok, figyelem, zavaros vagyok, nagyon nehezen mennek a rendszerek, de akkor nem rendszerben gondolkodom, akkor nem rutinokban gondolkodok, hanem tűzoltásban, mert tűzoltással is fel lehet építeni egy rendszert, akkor, ha elfogadom, hogy én ADHD-s vagyok. Vagy ugyanez igaz, hogyha hatalmas, nagy maximalizmusba ö, ö, élem a napjaimat, de már az kényelmetlen, az már mindent okoz, csak, csak jó érzést nem. Sőt, a családtagjaim is azt gondolják, hogy sőt, ki is mondják, hogy te egy házi sárkány vagy akkor nézzük meg, hogy mi az, amit el tudok engedni a maximalizmusomból. Nem porszívozok fel minden nap? Jó, de akkor a porcica nem fog zavarni? Nem fog zavarni, elég a három napja naponta felporszívozok. Na de a WC, vécé, a WC-t azt minden nap ki kell takarítanom, abból nem engedem. Nem engedek, jó, akkor azt megcsinálom, de a másikból engedek egy picit, és így a maximalizmus is visszafejthető, picit Eldobható, picit átalakítható, és már is könnyebbé válik a hátizsákunk. Mert az a hátizsák egész addig ott lesz, amíg élünk. Mert hogy életszakaszok jönnek, mennek a hátizsák, hol jobban tele lesz, hol ö, kicsit kívülről, de ott van, és mindig van benne valami. Éppen ezért kell állandóan kipakolni, szembenézni a tartalommal, nem azt a alá csöpörni, szelektálni benne, kidobni a szemetet, mert rengeteg szemetet tudunk felhalmozni, visszapakolni, ami kell, hozzátenni az új dolgokat, és már is mehetünk tovább egy új szemléletmóddal, egy új énünkkel, mert azért ne felejtsük el, hogy az otthonunk állapota az a lelkünk tükre. Ha kint káosz van, akkor bent is biztos káosz van, és dugig van a hátizsákunk. Ha kint rendben van, akkor bent is rendben van. És akkor kevesebb mindent viszünk a hátizsákunkkal tovább napról napra. De fordítva is igaz, hogyha a lelkünkben rend van, akkor kint is rend van, és akárki, akármi, akármit mond, mi elégedettek leszünk az otthonunk állapotával, hisz önmagunkkal is elégedettek vagyunk. Szóval, Nézzétek meg, hogy ti mit cipeltek a hátizsákotokba, mekkor hazahátizsák elbírjátok még? Mert ha nem, akkor borítsátok ki, és szelektáljátok ki azt, amire nincsen szükségetek. Természetesen az életszakaszainkat is figyelembe kell vennünk, a következő rész jövő héten az életszakaszunkról fog szólni, mert nagyon sok mindent párhuzamosan kell csinálni, vagy érdemes párhuzamosan csinálni ahhoz, hogy az otthonunk állapota olyan legyen, amivel mi elégedettek vagyunk. Az első lépés ugye az, hogy megnézzük azt a hátizsákot. Aztán a következő lépés lesz, amiről jövő héten fogok beszélni. Milyen életszakaszban vagyok éppen most? Ha pedig segítségre van szükségetek, mondjuk például a hátizsák kipakolásához, akkor a rend egy kattintásra oldalamon találtok tanfolyamokat, könyveket, tanácsadást, amiben van ingyenes is, amikor elbeszélgetünk, hogy mibe is akadtál el, és tudok-e neked segíteni, vagy nem. Szóval tanácsadás is van, és rengeteg írást találtok, amiből, ami alapján el lehet indulni, mondjuk a hátizsák kiürítés, kiürítés ügyében is. Ha pedig tetszett ez a videó, hogy érdekes témát hoztam nektek, akkor megköszönöm, hogyha lájkoljátok, vagy megosztátok a saját felületeiteken, és viszitek a híremet, hogy ö, szeretek hátizsákokat borítgatni, és szeretek ö, ebben a borítgatásban segíteni. Gyönyörű szép napot kívánok nektek mára, és tisztaságra, rendre fel. Sziasztok!